Szombaton lenne 91 éves az aranycsapat 2014 nyarán elhunyt kapusa, a Fekete Párduc, Grosics Gyula, nevét ma már a családi emlékápolás jóvoltából alapítvány és kapusiskola is viseli, most pedig állandó kiállítás készül, Vegye Kis Tamás és Forgács Tamás, Reacz elnök a tervekről. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Hát állandó kiállítás, miért ezt gondoltátok ki most a 91. születésnap kapcsán? Tavaly évben volt Gyula bácsinak a 2 éves a kapusiskola születésnapja, és ott Pintér Gábor polgármester, a polgármester úr bejelentette, és volt egy előzetes beszélgetés róla, hogy mióta Gyula bácsi 18 évig vezette az akkori még Volán egyesületet, hogy csináljunk neki egy emlékszobát, és végül is így alakult ez, hogy a születésnapján bejelentjük azt, hogy egy állandó kiállítást fogunk megcsinálni a Budai 2 László stadionban. Hát ilyen értelemben te egy Grosics utód vagy? Hát nem teljesen, tehát a Volán azért egy más méretű és kaliberű egyesület volt. Ugyanakkor jogutódjaként működünk, tehát a futballcsapat azt úgy tisztázandó, hogy én a felnőtt futballcsapatnak vagyok a vezetője jelen pillanatban, ezt 25 évvel ezelőtt édesapám élesztette újjá Reacz név alatt, és hát így, mint akkor nevezzük Grosics utódnak, mostanában én foglalkozom vele, de igen. És az előző helytállás. Na most, mit szólna vajon Gyula bácsi, hogyha ezt tudná, mert hogy életében a személyi kultusznak nem volt híve, az biztos. Hát igen, abban biztos vagyok, azért nagyon örülne neki. Sajnos nem tudja már látni vagy hallani ezeket a terveket. Azon vagyunk, hogy ezek a tervek olyan szépen megvalósuljanak, hogy méltó emléket tudjunk neki ápolni föntről. Úgyhogy ezen dolgozunk minden nap. Amik köztetek volt ezek a születésnapok, az ő születésnapja egyébként hogyan teltek? Hát érdekesen igazából, mert az első nap mindig a Grosics általános iskolába mentünk. Ott az egy rendhagyó születésnap volt, ott több száz gyerek ünnepelt. Utána pedig másnap jött a család, és akkor volt együtt így igazából a magam a privát része, tehát úgy ünnepeltük a születésnapokat. Na most, tehát egy emlékszoba. Mi itt a cél, milyen relikviák, erekék, emlékek összegyűjtése és bemutatása? Úgy gondoljuk, hogy a stadionnak van egy ma is használatos mégis, hát múzeum, itt egykori erekéket, például a Géczi István úr is itt ténykedett utánpótlás vezetőként, tőle is származó sportrelikviák többek között, illetve kerületi sportolók által szerzett kupák, érmek megtalálhatók. Egy külön sarok szolgálná Gyula bácsi emlékét, tehát egy méltó múzeumot szeretnénk a stadionban létrehozni az ő emlékére. Hogyan gyűjtitek össze, és ekkora volumenű lesz majd ez az állandó kiállítás? Mert hogy ugye nyilvánvalóan vannak családi emlékek is, meg várjátok bárkitől, aki kapcsolatba került Gyula bácsival. Azért azt hozzá kell tenni, hogy a Gyula bácsinak a főbb dolgai az egy nagy intézményhez került, úgyhogy maga a család kezében olyan nagyon nagy dolog nincsen. Természetesen maradtak egy pár videókazetta, DVD fényképek, aláír dolgok, ezeket szeretnénk kiállítani, és aki bármilyen egy fényképpel akár rendelkezik, azt is nagyon szívesen várjuk a felajánlást, még ha nem is szeretné odaadni, de lefénymásolnánk. Úgyhogy így gondoltuk, tehát nem akkora nagyszobású lenne, mint mondjuk a Puskás intézetben, ami van a Puskás úrról, de szeretnénk egy olyan méltó helyet kialakítani. Mikor lesz ez készen, hogyha minden jól megy, Tamás? Hát ez függ a családtól is. A gyűjtéstől? Rajtunk nem múlik igazából, tehát a hely az rendelkezésre. Szeretnénk minél előbb ezt idén nyáron, gondolom, hogy a bajnokság után praktikusan ez végezhető, be lehet rendezni, igen. A családnál milyen érdekesebb személyes tárgyak vannak még, amit ide szánnátok? Hát igazából erről meg kéne néznem pontosan, mert ezek mind fönn vannak a padláson, de olyan, mondom, olyan nagyon-nagyon nagy dolgok, mint mondjuk egy olimpiai arany vagy VB ezüst, azok nem, már nem a család kezében vannak. Úgyhogy mondom, labdák, fényképek,
videókazetták, tehát DVD-k, ezek megtalálhatók, de pontosan még én sem tudom, hogy mik azok. Na, nyárra össze fog állni, hogyha minden jól megy. Természetesen persze emellett a legjobb emlékápolás az a kapusképzés, nem? Igen, ez mindenféleképp, tehát ez egy nagyon fontos dolognak tartjuk, hogy végül szeptemberben lesz 3 éves a kapusiskola, jelenleg 42 tanítványunk van, ami szerintem egy nagyon nagy szó maga kapusokról szólva. Azon dolgozunk, hogy ez jobb legyen, több legyen, és kineveljünk egy következő Gorosis Gyulát. Próbálunk mindenfajta segítséget igénybe venni, hogy minőségi kapusedzést tudjunk, és minőségi kapust tudjunk kinevelni. Hát ugye itt is megvan a reasszál. Igen, természetesen, de hát ez azért azt hozzá kell tennem, hogy a Tabásnak az édesapukája, a Jármű ZRT-nek a tulajdonosa, aki segíti a kapusiskolát, mint támogatóként, mellette az önkormányzat is nagyon segítőkész, így van egy olyan összhang és egy kapcsolat, ami alapján tudjuk a munkánkat végezni minden nap 100%-osan. Úgyhogy bizakodunk ebbe a dologba, hogy ha tudunk kinevelni a Reat számára is kapust, akkor nagyon szívesen. Ott nálatok, nektek mit jelent ez a kapusiskola, ha hosszú távon gondolkodtok rá? Jelen pillanatban is van átjárás, mert Gróf Attila készíti fel, aki a kapusiskolának az alkalmazottja, az első csapat kapusát is, megelégedésre hozzáteszem. Hát mi reméljük, hogy megfelelő utánpótlást kaphatunk onnan, minőségi utánpótlást, akit be tudunk vetni élesben, hogy úgymond, és szolgálhatná a mi mielőbbi feljutásunkat. Jelen pillanatban nem áll olyan rosszul a csapat, hát bizakodóan nézzük a tapasztalat. Igen, de amikor bejöttem hozzá, hogy milyen jó lenne most már előbb-utóbb arról is beszélgetni. Jó lenne. Mielőbb, minél kevesebb kapott góllal, így van. Minél kevesebb kapott góllal, és jó kapus teljesítménnyel. Ezt a bizonyos Grosics kapuskesztyűt, ezt eddig hány gyerek húzta a kezére összesen? Hát ez még egy nagyon előre járt dolog, igazából még senki. Azt tudni kell, hogy ez már nagyon régóta tervezzük. Közben látjuk ezeket a speciális Grosics kesztyűket, igen, szóval a régi terv volt. Na, a mintadarabok igazából elkészültek, így fognak kinézni, megrendeltük már őket, úgyhogy 4-5 héten belül emeletek Magyarországra fognak érkezni. Ezt hozzá kell tennem, azért nagyon fontos, hogy a Gróf Dáviddal, aki jelenleg a Honvédnak a kapusa, vele van egy megállapodásunk, úgyhogy őt mindenféleképp fogja támogatni a kapusiskola kesztyűvel. Már csak azért is, mert a Gyula bácsi azért a Honvédba védett, most ő is a Honvédnak az első számú, egy példakép is, egy fiatal, ambiciózus kapusról van szó, úgyhogy nekünk ez egy nagyon jó dolog. Hát igen. Na most, ha már ugye mondtad itt a számokat, 42 igen. Gyerek, hogy nem állnak rosszul a dolgok. Van már olyan közöttük, akire úgy rá mernéd mondani, hogy értem, hogy nagy történet lesz, igen. Az övé? Van egy 3-4 ígéretünk, inkább így fogalmazunk, ezek 13-14 éves gyerekekről beszélgetünk még. Nem lehet tudni, hogy még mit hoz a jövő, ők nagyon nagy ígéretek és nagyon nagy tehetségek. Maga az, hogy voltak felmérésen, elvittük őket felmérni, maga magasságuktól kezdve minden olyan szempontból megfelelnek, hogy akár nagyobb terveket is hozzá lehet fűzni. Azért sok minden közre játszik, még az iskola, a szülői háttér, maga az egyesület, de 3-4 kiemelkedő kapusunk van, akit külön is foglalkoztatunk, úgyhogy mi is abban bízunk, hogy előbb-utóbb oda fognak tudni kerülni. Lényeg az, hogy bárki is lesz az a nagy felfedezett, jöhet ide a Chelsea-től a Juve-ig bárki, az első a Reasz lesz. Bárki, így legyen. Az első a Reasz, a már feljutott Reasz. A már feljutott, így van, minél jobb helyen álló Reasz. Hát akkor hajrá a tervekhez. Köszönöm szépen, hogy itt voltunk. Köszönjük szépen is a lehetőséget.